estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőnk, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Földváriné Simon Ilona, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatónője, akivel az iskola fennállásának 20. évfordulójáról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, 20 éves a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola. Témával kapcsolatban mai vendégünk Földváriné Simon Ilona igazgatónő. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Igazgatóasszony a kezdetektől vezeti ezt az iskolát, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolát, hogyha jól tudom, akkor ismét megkapta 5 évre a megbízatását. Igen, igen, így van. Az első igazgató vagyok, és a jelenlegi, ezt így szoktuk mondani, hogy első és jelenlegi igazgatónő. Gratulálunk a megbízatásához, akkor ön az, aki gyakorlatilag végig figyelte, figyelemmel kísérte az iskola, az intézmény változását, alakulását. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Hogyan is jött létre ez az intézmény Karcagon? 1996. augusztus 31-én volt az első ünnepi tanévnyitó ünnepségünk, és akkor 114 tanulóval indultunk, és 7 tanítónővel, 5 alsó tagozatos osztályban kezdtük el a tanítást, tehát alulról építkeztünk. És a 20. tanévünknek a végén, tehát most 2016. június 15-én pedig 503 beírt tanulónk volt, és 30 pedagógusunk. Ennyi a nevelőtestületünknek a aktív létszáma jelen pillanatban is. Hát akkor el lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem meg ötszöröződött a tanulói létszám az elmúlt 20 év során. Amikor elindult ez az intézmény, akkor hogyan hírelték, hogyan ajánlották, miként ajánlották a leendő első osztályosoknak, illetve a szüleiknek ezt az intézményt? Mi volt az, amivel meg tudták ennyire fogni a városlakókat? Hát elsősorban az akkori szülőknek köszönhetünk nagyon sokat. Voltak olyan szülők, akik házról házra jártak, és próbáltak hivogatni, vagy olyan presbiteri tagok is természetesen, akik szintén felvállalták ezt a szolgálatot, illetve leveleket küldözgettünk, valamint szülői értekezleteket tartottunk, és a szülői értekezleteken keresztül hát próbáltuk a szülőket, és a szülőkön keresztül a gyerekeket hivogatni. És gyakorlatilag sikerült is, mert az első tanévünkben, tehát 1996. május 24-én, 25-én volt a beiratkozásunk, és 34 első osztályos tanulót tudtunk beírni, és 2 osztályba tettük őket, és akkor így tudtunk 5 osztályjal indulni. 3 osztály maradt az önkormányzati iskolából, és akkor a 2 első osztály beiskolázása, és így alakult ki az 5 osztály.
Így indultunk. Mik az iskola előnyei? Tehát arra vagyok most kíváncsi, hogy aki mondjuk most már elkezdődött a tanév, de mondjuk még nem sokat tud arról, hogy mi az, hogy egyházi iskola. Mennyiben másabb egy egyházi iskola, mint egy gyakorlatilag ugye most már a klikka fenntartó, de gyakorlatilag az állami iskoláktól miben különbözik? Másképpen tanítanak-e, más tanrendet, tananyagot követnek a gyerekek, illetve milyen egyéb kötelezettségeik vannak a tanuláson, a tanórákon kívül? A kezdetektől fogva, és ez régen is az egyházi iskoláknak mint egy jeles hagyománya volt, hogy a nevelésre nagyon nagy gondot fordítunk, de nem csak nagy gondot, hanem sok időt is. Ez azt gondolom, hogy meghatározza a tanulóknak a szellemiségét, illetve a személyiségét a későbbiek során. Na most a református egyházi törvényben, mert van nekünk egy református egyházi törvényünk, abban le van írva, hogy a heti két óra, két hittanóra, hit és erkölcstanóra pontosabban megtartása az például kötelező. Aztán reggelenként csendes perceket, áhítatokat szoktak az osztályfőnökök tartani, illetve nyilván nem direkt módon, de azért úgy a tantárgyakba is, amennyire lehet és a lehetőség a tantárgyak esetében adja, a bibliai integrációt úgy próbáljuk belevinni, például a környezetismeret, felső tagozatban biológia, énekzene, irodalom, és én azt gondolom, hogy úgy az évek során ez úgy mély nyomot hagy a gyerekeknek a lelkében, lelki világában. Milyen tankönyvekből tanulnak például? Állami tankönyvekből tanulunk, és a tanterv is a központi állami tanterv. Most 2013. szeptember 1-je óta, egyébként korábban is a központi tanterveket használtuk, és az office tankönyveket. Tehát mi 2013-ban beléptünk az OFI kísérleti tankönyvének a programjába, és tulajdonképpen felmenő rendszerben ezeket a tankönyveket használjuk. Részben ezek már nem kísérleti tankönyvek, mert ezeket már átdolgozták, tehát véglegesítették. A kísérleti szakaszon már túl vannak, most a negyedikes és a nyolcadikos könyvek kivételével, és hát természetesen használjuk azokat a digitális tananyagokat, amelyeket szintén az OFI készítésval lehetőség letölteni. Hogyan látja, mennyire erős a tanítás gyakorlatilag az intézményben? Mennyire készülnek föl a gyerekek a középiskolára? Ugye lehet olyat is hallani, hogy mondjuk aki a refiben, mert ugye így hívják a városban, mondjuk akár magyarból, akár milyen tantárgyból, mondjuk hármas, az egy állami iskolában négyes, ötös lenne. Ön hogyan látja ezt, mennyire erős az iskola? Én azt mondom, hogy azért olyan nagyon erősek, annyira nagyon erősek nem vagyunk, mint ahogy a városban ez elterjedt. Mert elterjedt, mi is halljuk, egy kisvárosban élünk. Én azt gondolom, hogy a követelmény egyébként megfelel egy átlagos iskola követelményének, tehát semmi extra nincs, mint ahogy korábban említettem, sem a tanterben, sem pedig a tankönyvekben. Mi azt szeretjük, és mindig azt kérjük a szülőktől és a tanulóktól, hogy a gyerekek minden órára készüljenek. Ha minden órára készülnek, akkor én azt gondolom, hogy olyan nagy baj nem lehet. Mi azt szeretjük, hogy elmennek, elballagnak, és a középiskolába megállják a helyüket. Tehát eddig még olyan visszajelzések érkeztek hozzánk,
akár innen a városból, akár éppen Debrecenből, hogy a református iskolából, vagy a refiből oda került gyerekek tényleg példaértékűen megállják a helyüket, és a szülők is ezeket elmondják egy-egy fél év után, a 9. évfolyam fél éve után, hogy igen. Sőt, nem csak, hogy megállják a helyüket, hanem hát nyilván gyerektől függ, de még jobb jegyet is kapnak, mint amit mi adunk. Hát egy kicsit szigorúak vagyunk, de meg kell mondani őszintén, hogy nem a gyerek ellen van ez, hanem a gyerekért. És én azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy baj. Azt szeretnénk, ahogy említettem is, hogy megállják a helyüket. Tehát értük van, és nem ellenük. Mennyire felszerelt az iskola ilyen tanulássegítő eszközök terén, mondjuk egy állami iskolához viszonyítva? Tehát a tantermek például mennyire felszereltek? Igen. Hát 8. tanévünket kezdjük meg úgy, hogy minden tanteremben, most jelen pillanatban és már több éven át 20 tanteremben vannak a diákjaink, tehát működik az interaktív technika. Ez egy hatalmas lehetőség, én azt gondolom, és ahogy említettem, 8. tanévünket kezdjük meg így. Ezeket a tantermeket okos tantermeknek mondják. Tehát ami ezzel kapcsolatban beszerezhető volt, tehát interaktív technika, minden digitális taneszközök, tehát amire lehetősége volt az iskolának, a fenntartó egyházközség mindent beszerzett. Például tavaly novemberben adtunk át egy természettudományi labort, ennek ez a neve, de olyan több funkciós ez a természettudományi labor, hogy nem csak a természetismereti tárgyakat lehet itt tanulni, és hát digitálisan végezni a kísérleteket, hanem informatikai szaktanterem is, illetve nyelvi labor is. Tehát ez a három funkciója van, és el kell mondani őszintén, egy 30 férőhelyes, hát olyan csoda, amikor bemegyünk. A 21. század. Hát a 21. század, így van. Egy csoda, nagyon tetszett a gyerekeknek is, hát mit tud ez a terem? Hát ne kérdezze tőlem, mert nem nagyon tudom, rengeteg mindent tud. És én azt gondolom, hogy sem a városban, sem pedig itt a környéken nincs ilyen. Én úgy tudom, hogy sehol. Most térjünk át egy picit arra, hogy illetve az eredeti témánkhoz visszakapcsolódóan, ugye 20 éves az intézmény, most kezdték a 21. tanévüket, hozott nekünk meghívót és igazgatóasszony, egy ünnepségsorozatra készülnek, egy egész héten át tartó rendezvénysorozattal ünneplik meg az iskola fennállásának 20. évfordulóját. Meséljen nekünk, hogy mivel készültek. Igen, szeptember 18-án lesz a hálaadó ünnepi istentiszteletünk, vasárnap délelőtt 10 órakor a református nagytemplomban, és az egyházi iskolák esetében ez úgy szokott működni, ez egyébként már hagyomány, ez így volt, amikor 10 évesek voltunk is 2006-ban, hogy egy hálaadó hét van, egy ünnepség sorozat, elsősorban a gyerekekért, tehát a gyerekeknek szól ez a program, a gyerekekért a gyerekeknek, és hát a szülőknek is. Természetesen együtt a szülőkkel van egy ilyen programunk, egy iskolai programunk, hogy együtt a szülőkkel. Amikor most ide készültem, akkor már a diák önkormányzat is készült a jövő heti hálaadó hétnek a programjára. Szeptember 12-ével kezdődik egyébként ez a hét, és diák igazgatót is választanak, és most mutatkoztak be 8 órától a diák igazgató várományosai, tulajdonképpen korteskedtek, és akkor lesz majd ilyen program is. A meghívót segítségül hívom. Nagyon sok program lesz, mint ahogy említettem. Egy hétkezdő áhítat lesz jövő héten hétfőn. Egy ünnepélyes megnyitó a református nagytemplomunkban, énektanulás,
emlékezz vissza az útra, és megtartódat áld. Aztán lesz egy ünnepi logónak a tervezése, rajzpályázatok. Délután az elsős tanulóinkat hívjuk egy palánta piknikre, ez is olyan kis aranyos kis kerti parti, és utána, mint említettem már, akkor a diákigazgató, diákrektornak a választása. Szeptember 13-án kedden például diáktanítások lesznek, délelőtt kiemelkedő kis előadások, délután a felsőtagozatos tanulók közreműködésével, aztán foci bajnokság, ugye az elmaradhatatlan foci bajnokság, aztán Szándék és Valóság címmel Múlt és Jelen a Refiben, tehát egy fotókiállítás, rengeteg fotó készült a 20 év alatt, és hát rengeteg írásos anyag, mint iskola történeti dokumentum. Aztán délután, szerda délután a Tápláló Emlékezet címmel én fogom bemutatni az iskolai évkönyvünket, mert a nyár folyamán ez is elkészült. Szeptember 15-én csütörtökön délután lesz a Refis Sokadalom, ez a címe, és hát ezen belül szintén a kisebbeknek a fürkész program, első-második évfolyam, akadályversenyek, harmadik-negyedik évfolyam, és műveltségi vetélkedők sorozata a felső tagozatban, és az iskola újságnak egy jubileumi külön száma is meg fog jelenni. Szeptember 16-án pénteken délután Csillag az ágon címmel Refisztár verseny lesz, a gyerekek majd bemutatkoznak, nagyon készülnek, és a tanári néptánc is be fog mutatkozni a diákok néptánc csoportjaink mellett. A rajzpályázatnak lesz az eredmény hirdetése, és pénteken este 18 órától Pintér Béla zenész Kincses Ház című műsorára kerül sor a református nagy templomban. Ide szeretnék hívogatni mindenkit a városból is. A belépés az díjtalan, és hát aki ismeri Pintér Bélát, nagyon jó számai vannak, nem csak a gyerekek számára, hanem a felnőttek számára is, úgyhogy mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Szombaton egy kicsit pihenünk, és rákészülünk a vasárnapra. Mesterek és tanítványok címmel lesz ez a hálaadó ünnepi istentiszteletünk, és hát ebből az alkalomból főtiszteletű dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke fogja az igét hirdetni, és köszöntő beszédek sora fog majd elhangzani, és köztük dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter is köszönt majd bennünket, köszöntött egyébként bennünket, amikor indultunk 20 évvel ezelőtt. Érdekességképpen szeretném elmondani, hogy a nyár folyamán, amikor az emlékkönyvet írtam, akkor a DVD-t megtaláltam, és az a DVD pontosan tartalmazta a 20 évvel ezelőtti indulásunknak a templomi forgatókönyvét. Ez egy 90 perces anyag, és sikerült átkonvertálni, és akkor lett belőle egy CD, úgyhogy végig lehet nézni első perctől a végéig, még az álló fogadás is gyakorlatilag megvan. Hát nagy élmény volt végignézni nekünk ott alapító pedagógusoknak, megmondom őszintén, és ugye akkor láttuk, már nem nagyon emlékeztünk, hogy dr. Fazekas Sándor még akkor a városnak a polgármestere, hogy milyen szép és milyen tartalmas köszöntő beszédet mondott. Gyakorlatilag ugye, tehát akkor ez egy nagyon tartalmas hét lesz, színes programokkal. Említette igazgatóasszony, hogy megjelent a jubileumi évkönyv erről, mert ugye ezt iskolán belül fogja bemutatni, ehhez hozzájutnak-e esetleg azok, akik érdeklődnek ez iránt, vagy egyáltalán, ha röviden kellene összefoglalni, mit lehet erről tudnunk, erről az évkönyvről? Hát a múlt... Tehát ha ezt jól értettem, igazgatóasszony írta? Igen, a pedagógusoknak a segítségével,
mint akkor szerkesztettem inkább, igen, meg említettem, hogy első perctől kezdve, tehát indulásunktól kezdődően gyűjtöttük az iskola történeti anyagot, minden olyan cikket, ami megjelent az iskoláról, fotó, ez egyébként megvan, minden évben két dosszié, gyakorlatilag úgy szépen össze is gyűlt, és amikor elkezdtünk keresgetni, akkor hát nagyon-nagyon kincsekre találtunk, ezt kell mondani, ami úgy az emlékezetünkből már kitörlődött. A Szuperinfóban megjelent cikkek, a Karcagi Hírmondóban megjelent iskolai cikkek, tehát minden történés, minden rezdülés, minden le van fűzve, úgymond dokumentálva van. Tehát én abban a hibába estem, hogy rengeteg volt az anyag, és hát szelektálni kellett, mert a 140 oldalban nyilván nem fért bele minden. És akkor az elején van egy kis iskola történet, tulajdonképpen a gyökerek, amiből kell, hogy táplálkozzunk, mert tudni kell, hogy a református fiúiskola és a református oktatás Karcagon az ebben az évben 340 éves, tehát 1676-ban indult a városban a református oktatás. És megvan ennek a története, tehát nyilván, hogy abba egy kicsit úgy belekóstoltunk, tehát ez volt a múlt, és akkor utána szépen átvezettük a jelent, hogyan építettük fel az iskolát szakmailag, a jelen, amelyben élünk, és egy picit kitekintünk a jövő fele, hogy hogyan látjuk a jövőnket. Ha már a jövőről beszélünk, ugye elkezdődött a 2016-17-es tanév, néhány információ a tanévkezdésről, megérkeztek a könyvek időben, kiosztásra került a gyerekek körében? Igen. A logisztika egy kicsit későbbre ütemezte az iskolát, az iskolákat itt úgy tudom, hogy Karcagon és a környékén. 30-án kaptuk meg a könyveket, délután szétpakoltuk, szétraktuk, letároztuk, és a következő nap 31-én már sikerült a tankönyvek kiosztását megkezdeni, és hál' Istennek jöttek is a szülők, úgyhogy szinte az első nap elvitték a könyveket. Egyébként két osztállyal indultunk, két kisebb létszámú osztállyal, de így megmaradt a 20 osztályunk, és 474 gyerekünk van. Mik a tervek az idénre? Milyen tanévnek néznek elébe? Gondolom mozgalmas, sűrű tanévnek. Igen, így van. Amit szeretnék kiemelni a versenyeken túl, mert ugye minden évben nagyországos versenyt szoktunk meghirdetni. Egyik évben az országos Arany János Balladamondó verseny, a másik évben pedig a Magyar Imre Lajos nyelvtan és nyelvhelyességi verseny, tehát ez így minden évben adott. Szakmai napokat, szakmai konferenciákat tervezünk és rendezünk, ennek is megvan már egyébként a hagyománya, de amit szeretnék kiemelni az az, hogy készülünk a reformáció 500 éves megünneplésére. Elkészítettünk egy programsorozatot, mert Püspök úr már bekérte az iskoláktól, hogy akkor ő is lássa, hogy az iskolák mivel készülnek. Hát nagyon sok mindennel, nagyon sok programmal, és akkor ezt szeretnék majd kimunkálni, és végül is majd szépen folyamatosan végrehajtani. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, beszámolt nekünk ezekről a fontos információkról. Sikeres tanévet kívánunk, és a jövő hétre pedig tartalmas, sikeres rendezvénysorozatot. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napokban történt fontosabb városi eseményeket összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk a polgármesteri hírpercekben. Hármas keretű alattó verseny volt a közelmúltban karcagi sikerekkel, erről beszéljünk először.
Nagy szeretettel köszöntöm is a kedves televízió nézőket. Valóban a július középső időszakában, egészen pontosan július 16-án Kiskun Félegyházán került megrendezésre a kézi arató verseny, mint fő program, a hármas kerület egyik fő programja, és a karcagi csapat Kálmán Imréné Margó vezetésével gyakorlatilag minden ilyen kézi arató versenyen részt vett még nagy-nagy sikerrel. Az idén is így történt, bár az aratóverseny elmaradt, mert mint emlékezhetünk, ezen a hétvégén iszonyatos időjárási körülmények uralkodtak, de a kísérő programok azok szépen megrendelésre kerültek, főzőverseny, a különböző olyan attrakciók, amikor be tudták mutatni a régi szokásokat, hagyományokat az aratók. Ezeket a zsűri értékelte, díjazta, és a karcagi, akik nagyon szép sikereket értek el. Én magam is részt vettem ezen a rendezvényen, tapasztalatszerzés céljából, hiszen a következő esztendőben, 2017-ben karcagon kerül megrendezésre a 13. alkalommal ez a kézi aratóverseny. Reméljük, hogy ott is lesznek majd sikerek. Hát remélem, hogy sikerek is lesznek, meg reméljük, hogy az időjárás majd kegyes lesz hozzánk. Minden szabadtéri rendezvénynek megvan ez az átka, hogy előfordulhat, hogy a kedvezőtlen időjárás az befolyásolja a műsor programját. Próbáljuk úgy intézni, hogy még ez is egy kizárható tényező legyen. Hát akkor erről majd még úgyis fogunk többször beszélni. Közelmúltban egy új üzletház is nyílt a városközpontban. Nagy örömünkre szolgál ez, hiszen ezt is tudják a karcagiak, hogy a volt cipőipari KTS-nek, így ismerik a köznyelben a karcagiak azt az épületet, ami a piac környékén található, a Kacsó utcán. Hosszú évtizedek óta üresen állt, és semmiféle mozgást nem tapasztalhattunk ott. Maga az épület az magánkézben volt, és egy bátor vállalkozó megvásárolta ezt az épület komplexumot, és különböző üzleteket szeretne ott nyitni. Komoly beruházás, 150 millió forintba került ott a teleprendezés, az üzleteknek a kialakítása. Három üzletet szeretne megnyitni, egy közülük Pepco néven már beindult, és tudomásom szerint elég nagy sikernek örvend. Nekünk mindenképpen jó dolog, hiszen ezzel is a környezet ott megszépült, átalakult, és szebbé, változatosabbá teszi ott a környezetet. Biztos sokan megnézték már. Augusztus 20-áról is beszélünk, hiszen államünnepünkön a karcagi önkormányzatülésen nagyon szép díjakat adtak át. Karcagért emlékérmet vetett át Bene Sándor emeritus nagykapitány, Perge Tibor rendezvényszervező, Karcagváros kút közbiztonságáért Labanc Mihály rendőr, és Ecsedi Sándor pedig tűzoltóság részéről kapott elismerést. Karcagváros sportjai díjat idén Oroszi István, a karcagi nagykor református általános iskola pedagógusa kapta, és itt vette át Szepesi Bence, a szolnoki gimnázium most érettségizett diákja a jó tanuló, jó sportoló díjat is. Ezeket láthatták nézőink, hiszen a televízióban is ment az ünnepi önkormányzatülés. Karcagváros kultúrájai díjban részesült Romhányi Sándorné, a Jókai út óvoda tagóvoda vezetője, óvodapedagógusként, és Berecki Gyuláni, a Györfi István katolikus általános iskola tanítónője. Többen kaptak megyei és országos elismerést is. Őszinte örömünkre megyei díjat kapott dr. Sánta Józsefné nyugalmazott tanárnő, a Toyota Road Service Kft., a Fátyülövek Kft., a Nagykun Horgász Egyesület és a Nagykun Honvéd Banda. Minden díjazottnak örülünk, legyen az helyi vagy megyei. Egyébként karcagi díjat legalább olyan nehéz elnyerni, mint egy megyei vagy egy országos díjat. És ez is mutatja, hogy milyen gazdag ez a vidék, ez a város, szorgalmas, tehetséges emberekben, akik sok-sok pluszt vállalva végzik tevékenységüket mindannyiunk örömére. És még mindenképpen meg kell említeni egy országos díjat, Fehér Attila, sofőr, aki a évtizedeken keresztül dolgozott a Városházán, és később a
vidékfejlesztési, majd a Földművelésügyi Minisztériumban szorgoskodott, miniszteri dicséretben részesült. Mindannyiunkra nagyon büszkék vagyunk, és abban is biztos vagyok, hogy az utánpótlás kiapadhatatlan, ismerve az emberek, az itteni emberek szorgalmát, hozzáállását. Gratulálok, őszintén gratulálok mindenkinek. Szerkesztőségünk nevében mi is gratulálunk minden díjazottnak. Mikor beszélgettünk, már becsengettek az általános iskolákban, egy picit beszéljünk a tanévkezdésről. Bár nem önkormányzatiak az iskolák, de az óvodában is elindult a tanév. Erről néhány mondatot beszéljünk. Igen, hát ez a pedagógusoknak és a diákoknak egy kicsit nehezebb időszak, hiszen újra vissza kell rázódni a nyári vakáció után a tanévkezdésbe. Valóban nem önkormányzati fenntartásúak az általános iskolák. Ettől függetlenül nagy figyelmet fordítunk továbbra is, hogy a működésükre, így az évkezdésre is. Tájékozódtam a hírek szerint, különösebb baj nem volt, zökkenőmentesen kezdődött meg a tanév minden általános iskolában, úgy szintén az óvodában is természetesen. Ez a városnak az életét is befolyásolja, hiszen ilyenkor szeptember elején megnövekszik a forgalom reggelente a koradél utáni órákban, úgyhogy innen is kérek minden közlekedőt, hogy nagy figyelemmel mozogjanak gépjárművel a városban, hiszen azért ilyenkor még a gyermekek egy kicsikét szertelenebbek, és oda kell figyelni, hogy valamilyen baleset történjen. A tanévkezdés az megtörtént, innentől kezdődöm, a szolgalmas hétköznapok következnek. Biztos vagyok abban, hogy mindenki bele tud rázódni a kezdeti megrázkódtatás után, és mint ami sem történt volna, folytatódik az iskola. Egyébként ez így van rendjén, hiszen azért nem csak negatívummal kell itt foglalkozni, hiszen az iskola a tanuláshoz végtelenül fontos számunkra. Az egyik legnagyobb erőt jelenti ezen a településen a mindenkori oktatási rendszerünk, hiszen ez a mindenkori nagyon jó oktatási rendszerünk adja azt az alapot, amivel rendelkeznek az itt élők, és kerülhetnek később középiskolába, és onnan a felsőoktatási intézményekbe, vagy nagyon jó szakmunkásként dolgozhatnak és szolgálhatják a várost, az egész országot. Akkor, amint hallhattuk polgármester úrtól, az elmúlt időszakban is sok minden történt, következő alkalommal pedig összefoglaljuk azt, ami a mostani interjúnk és a között történik. Állok rendelkezésre, és köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, köszönjük nézőinknek a figyelmet. Köszöntöm nézőnket, Gyökeres Sándorral, a Szent Annai Középiskola és Kollégium igazgatójával beszélgetünk. Becsengettek önöknél is, hogyan indult a tanév? Jó napot kívánok, köszöntöm a televízió nézőit. Hát ebben a tanév is nagyon sok változással indult. A jogszabályi környezet, iskolánk neve is megváltozott, és hát szerencsésen indult, én úgy gondolom, mindezekkel együtt, hiszen nagyon jól sikerült beiskoládás után. Iskolánk egy kicsit emelt és tanulói létszámmal kezdheti meg a 2016-17-es tanévet. Hány csoportban és milyen szakágakat oktatnak? Összesen négy osztályt indítottunk be, kettő szakgimnáziumi és kettő gimnáziumi osztályt. A 9. évfolyamon, tehát a négy osztályban 149 tanulónk van, ami hát igényli a fenntartói létszámemelést, hiszen 36-41 fős létszámtartományban vannak a osztályok. Összes tanuló létszámunk az 499 fő, összesen 19 osztályban. Jelenleg két technikus osztályunk működik, akik már érettségi utáni képzésben vesznek részt, és ezen kívül összesen 5 szakmacsoport működik még, amiből 2 kifutóban van, tehát az informatika szakmacsoportos tanulóink még a régi kerettanterv szerint, illetve a mezőgazdaság szakmacsoportban tanulók még, az ágazatban tanulók még a régi tanterv szerint mennek. A 9. évfolyamokon pedig szakgimnáziumi képzésben mezőgazdasági gépész, agrárgépész tanulóink vannak egy osztály, és egy osztályban van környezet,
környezetvédelmi technikus, illetve élelmiszeripari technikus tanulónk, van egy belügyi rendészeti fakultációs gimnázium osztályunk is, egy emelt idegennyelvi hát képzést kapó gimnázium osztály. Nem is olyan egyszerű ezt így hirtelen összeszedni. Felnőtt képzés indult ebben a tanévben? Felnőtt képzés iskola rendszerben nem. Jelen pillanatban engedélyünk van most már egy új képzésre. Ennek a ilyen digitális szakadék csökkentése című pályázat keretében. Ezt szervezzük, tehát ennek az indítása folyamatban van. Az elmúlt években az iskolában sok minden megújult, megszépült. Most nyáron volt esetleg valami felújítás? Hát a nyáron a szokásos épületkarbantartások, tanterem karbantartási munkákon kívül, a szokásos betakarítási munkákon kívül az új élelmiszeripari üzemünk kezdte meg a termelését. Elsősorban gyümölcsföldolgozás keretében lekvár, gyümölcslékészítés, illetve tésztakészítési munkákat végeztek. Eden kívül a parkot újítottuk föl, ami egy új díszkőnek, a még tavaly beszerzett díszkőnek a lerakását jelenti, illetve ott föltöltöttük meg, szépítjük azt a környezetet, pótoljuk az öreg fákat. Azt gondolom, ebben a szép hatalmas parkban azért mindig van mit csinálni. Mennyire népszerű a lakosság részéről az élelmiszeripari üzemeknek a felkeresése, tehát mennyire ismerik önöket már a városban? Én úgy gondolom, hogy a népszerűség, vagy inkább az ismertsége az növekszik. Egyre több helyen találkozhatnak a termékeinkkel, a gyümölcsleveink nagyon népszerűek, hiszen 100%-os tartósítószermentes gyümölcslevet kínálunk, amiben tehát szerintem árban is jó, és a minősége pedig garantáltan jó. És a lekvár is, hát most úgy érzem, hogy elnyerte a lakosság tetszését, mert egyre több fogy belőle. Akkor azt gondolom, ez biztató a jövőre nézve. Mi lesz a legelső nagyobb rendezvényük, hiszen elkezdődött az iskola, megvan a tanévnek a rendje. Mi lesz az első nagyobb rendezvény? Hát az első nagyobb rendezvényünk az a Szent Annai Napok lesz, amely az 1899-es októberi iskola kezdésre emlékszik, és rajta keresztül természetesen azokra a hát iskola alapítói munkákra, amiket akkor el kellett végezni. Ez október közepén valósul meg, a csütörtök pénteki napon. És hát utána gondolom, hogy az elsősöknek is biztos lesz, hiszen minden évben szokott lenni a kollégiumban lévőknek is különböző rendezvények, aztán utána a szalagavató, és aztán gyorsan telnek itt a hónapok, de azt gondolom, hogy mindenki nagyon fontosnak tartja a tanulást. Így van, a szokásos iskolai rendezvények, az ismerkedési est, a Mikulás est, a kollégiumi karácsony, de nagyon sok iskolai rendezvényünk van, de kell is, hiszen kollégiumunkban 150 tanuló van, és nekik szükségük van a szabadidős elfoglaltságokra, a programokra. Tök, én azt kívánom, hogy legyen sikeres és eredményes az idei tanév. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, Gulyás Ferencével, Madarászon Egyesített Óvoda vezetőjével beszélgetünk. Egy nagyon szépen felújított óvodában. Hol is vagyunk pontosan? Hát Karcagon, a Madarászon Egyesített Óvoda székhelyén, a Táncsics körút 17-es számú óvodánk épületében vagyunk, ami most nyáron került teljes körű korszerűsítésre, felújításra. A gyerekek már örömmel vették birtokba, tényleg egy nagyon szép, az előbb már megnéztük. Melyik óvoda van még, ami hasonló pályázatra vár esetleg, és ugyanígy meg fog szépülni a közeljövőben? Vannak terveink, több óvoda van pályáztatás alatt, tervek készítése folyamatban van. A Zöldfa úti óvodának egy teljes körű korszerűsítése, felújítása került benyújtásra pályázat keretében, ami egy nagyon nagy átfogó projektet takar. Ennek várjuk majd az eredményét. Folyamatban van a Szim óvodának a csoportbővítés, férőhelybővítés pályázata. Ennek is folyamatban van az elbírálása, nagyon bízunk a pozitív eredménybe, hiszen nagyon sok az óvodáskorú gyermekünk. Ott a két csoport helyett szeretnénk három csoportot indítani a következő tanévtől, illetve a Kinizsi úti óvodának konyha felújítás pályázata van
benyújtva, ott pedig a konyha teljes korszerűsítésére, gépesítésére, berendezésekre került sor pályáztatásra. Ennek is várjuk még az eredményét. Hát akkor reméljük, hogy itt is beszámolhatunk majd ilyen szép dolgokról, de beszéljünk a tanévkezdésről. Itt a gyerekek már nagyon lelkesen játszanak mögöttünk. Hány csoporttal indultak? Az intézményben 30 óvodai csoporttal indultunk, a 9 óvodánkban. Örömmel mondhatom azt, hogy a gyermeklétszámunk a férőhelyek teljes kihasználtságával indult, hiszen a gyermeklétszám ebben az évben is emelkedett. A 3 éves óvodász kötelező óvodáztatás mellett lehetőségünk nyílott arra, hogy azok a gyerekek, akik 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, tehát 2,5 évesek, ők is felvételre kerülhessenek az óvodai nevelés kereteiben. Úgyhogy így majdnem a maximális férőhely kihasználtsággal indul a 30 óvodai csoportunk. Azt gondolom, hogy a beszokatás is elkezdődött, tehát folyamatosan érkeznek a kisovisok. Hol tart ez most? Szeptember 1-től fogadjuk az új óvodásainkat. Ők hát folyamatban van, hiszen a beszoktatásunk az folyamatos és rugalmas a gyerekek és a szülői igények alapján. Akik bölcsödéből érkeznek, ők szinte egyik nap bölcsisek, másik nap ovisok, tehát náluk azért ez nagyon zökkenőmentesen szokott a nagy többségében alakulni. Akik otthonról érkeznek, ott azért ez egy hosszabb 2-3 hetes folyamat. Itt lehetőséget biztosítunk az édesanyáknak, édesapáknak, hogy először közösen ismerkedjenek az óvodai légkörrel, a hangulattal, az óvodai tevékenységekkel, és akkor ez szépen fokozatosan egyre hosszabb időtartamban, egyre inkább leválva a szülőkről. Azt gondolom, hogy egy 2-3 hét alatt szinte minden gyermekünk beszokik az óvodába, és erre a szeptember hónapot szoktuk. A beszoktatás időszaka nálunk a szeptember hónap. És hát utána meg elkezdődik az évi program, hiszen azért szeptemberben már születi mulatságuk van a több óvodában, aztán van olyan óvoda, ahol befogadják a kis ovisokat, tehát azt gondolom, hogy igen, sok program lesz ebben az évben is. Igen, szeptember végével a szüreti és mihálynapi mulatságok, rendezvényeink elkezdődnek, és ezzel körülbelül szeptember végén, október elejére kerültek azok az időpontok, amikor, ahogy az előbb mondtam, már az új gyerekeink is beszoknak, és akkor a régi óvodásaink, a középső és nagycsoportos gyerekek az ő köszöntésükre, a szüleik köszöntésére egy kedves kis műsorral, kedves kis játékos délutánnal kedveskednek, és ez október elején várható minden óvodánkba, de ezeknek az időpontjai a Karcagváros rendezvény naptárában megtalálható. És utána már szalad az idő, és már utána már a télapóra készülnek, és sok-sok olyan dolog van, amit a gyerekek azt gondolom, hogy minden évben nagyon várnak. Igen, az óvodai napi tevékenységeink, hiszen itt az óvodában egy kialakított napi rend van a gyermekek számára, ami reggel, az óvodák általában 6 órától nyitva vannak, de a napi programok az óvodai csoportokban 7 órától kezdődnek, és délután 4-5 óráig tartanak, miközben a napi renden belül itt minden tevékenységi terület megjelenik, a fő tevékenysége a gyermekeknek a játék, ezen keresztül a játékos tanulások, szervezett foglalkozások, tevékenységek, irányított programok valósulnak meg az óvodai csoportokban. Kiemelt a mozgásfejlesztés, az udvari játék területe a napi folyamatban, és hát ugye a mindennapi tevékenységeink mellett komoly szerepet kapnak a szülőkkel, a gyerekekkel közös programok, amelyek az egész évet átszövik, egészen szeptembertől június végéig a nevelési év zárásáig, és akkor hát itt igen, ugye, ahogy kezdtük a szürettel, ezt követi majd a beszokatós gyermekeknek, az új gyermekeknek a köszöntése, ezt követően lesz a nagy rendezvény az intézményünknek, az ovigála, ezután ugye a téli időszaknak a Mikulás várása, az adventi időszak, a karácsonyi programok, rendezvények, emellett megjelennek az évszaki koncertek, a hangversenyek az óvodába, az Ovi Galéria megnyitók, és majd a januári időszaktól kezdődően pedig a farsang nyitásával megindulnak a tavaszi programsorozataink, hiszen akkor is rengeteg színes programkavalkáddal várjuk a gyerekeket, érdeklődőket, szülőket, egészen szinte minden hónapra van olyan programunk, ami
színesebbé teszi és gazdagabbá az óvodai életet, és még itt az őszi rendezvényeink között egy nagyon nagy hagyományú programot kell kiemelnem és megemlítenem, ez pedig a Kejfej Jancsi játékos sport délután, ami tavaly évben 18-a, ebben az évben azt hiszem 19. alkalommal kerül megrendezésre. Hát akkor azt gondolom, hogy a gyerekek is nagyon várják ezeket, óvónéniknek és a segítőknek lesz elég feladata. Én eredményes és sikeres tanévet kívánok az óvisoknak és önöknek is. Nagyon szépen köszönjük, nagyon készültünk a tanévkezdésre, a nevelési év kezdetére, hiszen az előkészületekben a kolléganőim már augusztus 20-a után, ahogy kinyitottak az óvodák, díszítettek, dekoráltak, hogy mire mindenki itt lesz, akkor az szépek legyenek az óvodák, esztétikusak, nyugalmat sugározzanak a visszaérkező óvodásainknak és az új gyermekeknek és szüleiknek. Nagyon vártuk a tanévkezdetet, és azt gondolom, hogy ebben az évben is mindent megtesznek a kolléganőim, mindent megteszünk azért, hogy mind a hétköznapokon, mind az ünnepnapokon, mind a rendezvényeinken elégedettek legyenek, jól érezzék magukat, mind az óvodáinkban, mind pedig az óvodán kívül szervezett programjainkon. Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Csizi Pállal és feleségével beszélgettünk, hiszen önök mindig különlegességet főznek erre a versenyre, és nem átlagos dolgot hoztak. Mit is hoztak pontosan? Pontosan tejszínes, vargányagombás, bikajavát. Akkor ezt magyarázzuk meg egy picit először, mielőtt tovább megyünk a másik különlegességre, hogy mit is takar ez? Hát a bikajava, a bikának a heréje, csak azért mondjuk javának, hogy így egy kicsit szebb a hangzása, és nem gondol mindjárt mindenki rosszra, mert maga az első hallásra is fontos az ételnek, hogy hallásra is jó legyen, ízre, illatra jó legyen, és akkor ez egy ilyen különlegesség. Most olvastam a Korpárdi Péter cigány írónak a Habiszti című könyvét, és ő is leírja abba a könyvbe, hogy valamikor a pacal, meg a bikahere, a szegény emberek étele volt, ma már az úri asztalokra kerül leginkább. És akkor miért pont ilyen körettel készíti? Ez egy ötletként merült fel bennünk, hogy ezt elkészítjük, ezzel próbálkoztunk, otthon már elkészítettük máskor is, íz lett az otthoniaknak, kipróbáltuk magunkat itt is ezzel az étellel. Akkor picit fogadom tovább a feleségét, hiszen azért önöknél ez egy csapatmunka. Mi a másik különlegesség? Tudnád elmondani, jó, a csípős babos egytál étel. Én ezt megkóstoltam, és mondtam is rögtön, hogy azért van ebben egy kis titok is, hiszen önökre azért jellemző, hogy különleges fűszereket is használnak. Tudom, hogy úgysem fogják elárulni, de jól éreztem, hogy nem csak a hagyományos fűszerek vannak benne. Igen, így van. És a szeretet. Ez a legfontosabb. Mióta főznek önök így együtt versenyeken? Legalább 10 éve. Több, mint 10 éve. És sok-sok versenyen találkozunk azért. Két versenyen sosem főzik ugyanaz. Tehát ez fontos, hogy mindig mással jöjjenek el egy versenyre? Természetesen, mert így úgy jönnek hozzánk másoktól is, hogy ahhoz az emberhez menjetek, mert az mindig valami különlegeset készít. Tehát ezt az ételt, amit hogyha többször elkészítenénk folyamon egymás után, azt egy idő után megunnák, hogy ez nem is érdemes oda menni, mert ez mindig birkát főz, vagy mindig marhát főz. De így, mivel mindig valami különlegességgel rukkolunk elő, szívesen jönnek hozzánk megkóstolni az ételt, akár csak egy kóstolóra is, vagy akár csak úgy is, hogy visznek el belőle, és elfogyasszák jó étvágyja, jó egészséggel. Szakmájukat tekintve egyik ő sem szakács, de önök számára ez fontos, hogy különlegességeket készítsenek, és én úgy tudom, hogy ezt együtt készítik, tehát a recepteket is együtt ötletelnek. Igen, ez így van. Hát általában az ötleteket onnan merítjük, hogy Erzsike már volt nálunk egyszer, látta a szakáskönyv gyűjteményünket, az az alapja a dolognak. Mostanában már rászoktunk arra is, hogy egy-egy ételnek utána nézünk az interneten, ez egy másik alap, és az összes többi meg kútfőből ered. Mi az, amit önök saját maguknak sokszor megfőznek? Nagyon változó, nagyon.
mint... Hát változatos általában, otthon is a étrendünk, mert a lebbenslevestől, a tintahalkarikáig mindent, amit úgy futja a pénzünk, azt úgy zöldség, megcsináljuk. Bármi. Pár zöldségeket is szoktunk, például a múltkor kelkáposzta levélbe ilyen párolt zöldségeket töltöttünk bele, és bacon szalonnával körbetekertük, nagyon íz lett az ifjúságnak, és mondta is, hogy legközelebb is készítsünk ilyet. A kis nagyfiú, igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogy viseli ezeket a kísérletezgetéseket? Változóan, mivel kamaszkorban van, tehát változó. De azért nyugtassuk meg nézőinket, hogy az ő szája ízének is azért sokszor főznek. Persze, természetesen inkább neki. Vannak kedvenc ételei, amiket elkészítünk neki. Például tegnap ilyen kagylótésztával elkészített tárkonyos sertésszeletet készítettem neki, és nagyon íz lett, belakott belőle teljes egészére. Hát akkor én azt kívánom, hogy sok versenyen ötleteljenek még, és legyen sikerük. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Gulyás Alankával beszélgettünk, itt annyit tudok a főzőcsapat tagjaitól, hogy minden saját termés, de mi is készül itt? Hát paradicsomos erdélyi töltött káposztát főzünk így közösen a családdal. Apukámtól úgymond hagyományosan jött rám ez, ennek egy speciális 13 fűszerkebeléből készült fűszerrel fűszereztük a töltött káposztát. Hát ez végül is úgy készül, mint egy hagyományos töltött káposzta, csak ez édes káposztából van. Egy füstölcsülőkkel ízesítve, és kaprosan, meg hát Kolozsváron születtem, tehát onnan hoztuk, ott borsika, vagy ott Csombornak hívják, de borsika fűnek ismerjük itt Magyarországon, és hát ez adja meg az ízét a dolognak, meg hát a szívünk, lelkünk benne van ebbe az ételben. Igen, így amikor ránézünk, csak így elmegyünk a kondér mellett, akkor igazándiból nem is tudjuk, hogy mi hirtelen olyan jól el van tüntetve itt a töltött káposzta, és olyan, hát nem érzik a nézőink, mert hát nem lehet érezni képernyőn keresztül, de olyan különleges illata van, amiből úgy hirtelen nem is tudjuk, hogy mi készül itt, úgyhogy majd mindjárt meg is fogjuk mutatni. És egyébként mi a titka még? Tehát azon kívül, hogy az édes káposzta azt elő kell készíteni, vagy rögtön beletesszük, vagy a hús az milyen hozzá? Hát nem, az édes káposztát ahhoz, hogy be tudjuk a húst göngyölni, egy picit meg kell úgymond abálni, vagy dinsztelni, hogy ugye bele tudjuk forgatni. Végül is egy sós vízbe szoktam én ezt előkészíteni, magát a káposztát, és utána töltjük. A 11 fűszerből elárulhatunk, ha nem is mindent, de valami különlegességet? Hát nem 11-13, de hát... Nem, ez titok. Tehát akkor gondolom azért az alapfűszerek azért megvannak. Igen, az alapfűszer megvan, ezt igazából a lányom fogja örökölni ennek a fűszerkeveréknek a titkát. Ő majd tovább viszi úgymond ezt a hagyományt, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát végülis itt a Csombortnál hallottuk azért ez sem nagyon jellemző itt, akkor ha nem is mindent, egy olyat, amit hiszen itt él azért már ismeri a mi fűszerezésünket, egy olyat, ami tőlünk nagyon szokatlan, viszont földobja ezt a ételt. Hát egyet mondok, kakukkfű. Ez is van benne. Hát akkor a titok az titok marad, de reméljük, hogy mindenkinek ízleni fog. Jó főzést kívánunk! Köszönjük szépen! Melezen Jendrivel beszélgetünk, most kérdeztem, hogy járta már korábban, és örömmel mondta, hogy igen. Milyen egy munkáját megnézni, és egy főzőversenyen részt venni? Ugye én hivatal azért vagyok itt, mert a házigazdája vagyok a Benekép Igazság 5.0-nak, és ezért kóstolom én is végig tulajdonképpen, amiket főznek. Ők sokkal hamarabb készültek, mint én, mert én ugye a rendezvény végéig vagyok hajnalonként, ők meg már 8-tól főztek. És ezért is zavaró, amikor kijövök 10 óra körül, és azt mondom, jó reggelt, és félek, hogy esetleg megvernek. De még jó, mert a magyar nyelv szabály szerint délig mondhatom, hogy jó reggelt. De egyébként, hát ugye hallottam, hogy ez egy nagyon szép hagyomány, ugye maga a Igazság is 5-5-ször van, és hát csodálatosan láttam, hogy nagy szeretetben főznek mindenkit, mindenki szeret mindenkit, nagyon jó a hangulat, úgyhogy, és hát egyébként Rász Lajossal is ismerjük egymást, hogy mint jury elnök, ismerjük egymást régóta, gasztronómia, én meg média háttér miatt is, úgyhogy nagyon jó a hangulat. Mennyire ínyenc, tehát mennyire szereti a különlegességeket? Én szeretem, ezért is most a jövő héten nem eszem. És nem egyik héten, de csak követem én így, és a divatosok közül így nagyon
hivatalosan, vagy nagyon szorosan, ez szigorúan, ez a legjobb szó, de szigorúan, de azért próbálok úgy táplálkozni, hogy maradjak ilyen gyönyörű, mint voltam régen, de ilyenkor ez borul a papírforma, mert ilyenkor ugye az ízeket keressük meg. Szoktam is mondani a feleségemnek, aki egyébként nagyon szépen beosztja az étrendemet, hogy az más dolog, amikor az ember az alakjáért, meg az egészségéért eszik, és más, amikor szórakozásból. Tehát az egészen van. És nagyon-nagyon jó ízek vannak. Igen, hát itt mögöttünk éppen kakaspörkölt van, de van több helyen birkapörkölt, a karcagi, a kisfőznek birkát, viszont lesz majd egy különlegesség is, ami a bika java, majd biztos meg fogja tudni, hogy mi ez, mi már voltunk annál a főzőnél, tehát azt hiszem, hogy az is fontos, hogy ilyen különlegességeket is meg lehessen ilyenkor kóstolni. Persze, hát a karcagiakkal először a budai várban találkozunk főzezon kiállításon, és ott is a híres karcagi pörköltnek hozták el a, hát nem csak a hírét, hanem ott is főztek egy laza át 500 kiló pörköltet. Úgyhogy persze, hát meg kell mindenképpen ismerkedni. Én egyébként nagyon komolyan a belföldi turizmus és gasztronómia híve vagyok, mint egy zászlós hajó. Mindig látszik rajtam, de igen. És ilyen zsűrizéseket is, például a Tiszavasváriban és az Öhön forgató versenyen is vettem részt például, és előtte sem voltam benne biztos, mi az az Öhön. Ez is nagyon vicces, hogy pont nekiálltam diétázni valami miatt, és akkor kellett végigkóstolni a 650 pályaművet. És érdekes, hogy ugye mások az értelmezések, tehát nem ugyanabból a receptből dolgozta. Úgyhogy tehát a bika java pörköltnek lehet, hogy jobb, ha nem tudjuk, hogy miből készül. Mi már tudjuk, de majd ön is meg fogja tudni, viszont lesznek erdélyi ízek is, tehát én azt kívánom, hogy akkor kóstolja végig, és akkor most egy hétre le tudja jövőheti, és akkor jöhet a koplalás. De azért érezze jól magát belegfürdőben. Persze, kérdezik, mi vagyok Feti, mondom, mert műsorvezetőnek költöztem, tehát van zakóm is, azt, ha kérik, akkor meg tudom mutatni az ünnepélyes megnyitók alkalmával. Nekünk is egyébként a családban erős az erdélyi ág is, tehát ugye tulajdonképpen a Szentmihályi Kolozsvár, így jöttek így idefele, így Kolozsvár, Szatmár, és aztán így, úgyhogy az erdélyi ízek is abszolút hazai ízek a számomra. Hát akkor jó kóstolgatást kívánunk! Köszönöm szépen! Kovács Józseffel beszélgetünk, mit főz ma? Sertés pörköltet közünk, vagy sárkis pörköltet lesz tarhanyával, paraszt tarhanyával. Azért nem első alkalommal főz, már rutinos főzőnek számít itt Berekfürdőben. Kitől tanult főzni? Hát helybéli juhászoktól, és az ember saját maga kérdezéskörésből, meg mindenből így kialakul az, hogy az ember jó ízűtől tud főzni. Tehát akkor már van egy kovácsos íz, ami csak önre jellemző? Hát lehet, hogy már az is kialakul már mostan, ennyi idő után. Igen. És mi a kedvenc? Tehát mit főz legtöbbször? Birkapörkölt. Csak birkapörkölt. Hát a karcagi birkafőzőverseny is voltam már 4-szer, 5-szer. Kisebb-nagyobb sikerrel. Mindig elfogyott még, amit főztünk. Úgyhogy... Mire kell figyelni? Tehát most itt az előbb leült, tehát úgy láttam, hogy nagyon már kész van, vagy már megnyugodott, tehát itt igen, már ezt nem igen, lehet igen, elrontani, igen. De mire kell vigyázni? Arra nagyon leneégjen, meg minden úgy, hogy tehát mindenre, az ízre, a kavarásra, mindenre nagyon kell figyelni az embernek, mert úgy lesz jó, a lelkit beladja, másképp nem lehet. És egyébként hagyományos módon főztek mindig csak a szokványos fűszereket, vagy van benne valami különleges? Nem. A birkapörköltet azt mindig úgy főzzük, hogy csak a természetes anyagot. Nem teszünk bele más zsír, hagyma, fűszer és a birkahús, az magám úgy kell megfőzni. Nem, a sertéspörköltet is mostan lehet beletenni zöldet, paradicsomot, paprikát, de nyáron nem ajánlott, mert az hamar felfor tőle. Akkor itt már gyorsan kaptunk egy-két ilyen kis szakmai tanácsot is. Egyébként miért tarhonya? Parasztarhonya. A kézzel készített parasztarhonya. Én tudom, igen. Csak azt akartam, hogy ön mondja, hogy ez hogy készül. Igen, ez kézzel készülnek, igen. És a sokkal finoman megpirítva, és akkor úgy lesz a sertéshússal kiadva. De hát gondolom, hogy azt nem ön készíti, hanem egy kis nem, csapat. Nem, itten arra nincs most olyan lehetőség. Ment a megbékelésházába, a szakásasszonyok azok már készítik, úgyhogy nem soká megyünk érte. Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy csapatmunka. Igen, a falunak a csapatmunkája, meg igen, együtt. Hát akkor én még sok versenyzést kívánok önnek, és sok-sok finom pörkölt készítését. Köszönöm szépen. Remélem, hogy találkozunk legközelebb is.
Malán János polgármester úrral beszélgetünk arról, hogy itt a jó hűs árnyas fák alatt éppen ideális ez a terület ahhoz, hogy ezt a fesztivált megrendezzék. Miért tartják fontosnak, hogy ilyet is rendezzenek? Ugye, amit a berekiek mindenképpen tudnak, de azt hiszem a környékbeliek, sőt a távolabbiak is, hogy Berekfürdő szinte a turizmusból él már csak. Kevés munkalehetőség van a turizmuson kívül. Rendkívül fontos nekünk az, hogy milyen rendezvényeink vannak, ne csak a fürdő miatt jöjjenek, hiszen az országban nagyon sok fele lehet menni a víz miatt. Nagyon sok helyen vannak más programok és gasztronómia, ami most éppen nálunk is van, és egyéb programok is. Mi is fontosnak tartjuk, hogy kialakuljanak a helyi sajátos programok, élményt adó lehetőségek. Ez a mai nap is egy ilyen, sőt ez a hétvége, a bereki vigasságok időszaka van most, és most éppen a gasztronómia és emellett egyéb zenei és táncos programok, fellépések is vannak. És hát nem elfelejtem mondani, hogy Bereki Vigasság 5.0, tehát azért ez már jelzi, hogy ez nem az első alkalom, tehát ez is fontos, hogy sikere volt, és azt gondolom, hogy az elmúlt években azért nagyon nem változott ez a három nap, hiszen nyugdíjasoktól kezdve a gyerekekig mindenki talál olyan programot, amiben vagy mind a három nap itt van, vagy csak bizonyos programokra jön ki. Így van. Vannak olyan programok, például az országos nyugdíjas találkozó, ami koncentráltan egy csoportra, ebben esetben a nyugdíjasokra koncentrál. Ez a mostani, ez valóban olyan, ami elsősorban a családok, de azon belül mindenki megtalálja maga lehetőségét. Tényleg a kis gyerekes családok is, a fiatalok az esti késő éjszakában nyúló zenés programokkal, vagy a középkorosztály és a napközbeni programokkal, van néptánc, van citera zenekar, éppen most fejezték be itt az előbb a hátunk mögött. Nagyon változatos programok. Fontosnak tartjuk azt, hogy a család együtt tudjon elmenni. Általában azt kiemelten kezeljük, hogy a család, a társaság, tehát ne csak egyes emberek szórakozzanak külön-külön, hanem lehetőleg a család, mert az hosszú távon is nagyon fontos. Nem akarok nagy szavakat használni a társadalomnak és a jövőnknek, de egyébként tényleg ez van, hogy a társadalom legkisebb egysége és legfontosabb sejtje a család. Nekik is meglegyenek azok a lehetőségek, hogy együtt el tudjanak menni, és most valóban az időjárás nagyon kegyes hozzánk, hiszen csodálatos időnk van. Nincs az a iszonyatos hőség, még meg lehet lenni, de nagyon kellemes fürdőző idő van. És hát lassan közelik az ebédidő, erre hozza a szél az illatokat, amelyek itt készülnek mellettünk, különböző különlegességek. Azt gondolom, hogy a zsűrinek sem lesz egyszerű dolga. Hát nincs egyszerű dolga, és valóban most éppen a zsűrizés elől csaltak el erre a riportra, úgyhogy az orrom az húz is vissza. Valóban sokan jöttek, sok főző van, vegyes, nagyon vegyes, a tanyasi kakas, tehát a kapirgálós kakas pörköltől kezdve a marha csülök pörköltökön keresztül egészen a birkáig, de van édesség is, mint képviselőfánk, vagy itt a környéken nagyon ismert és híres, sőt szinte csak itt készül Ferdinánd, amit elég sok felől jönnek az országból, és rácsodálkoznak, hogy ez micsoda. Gyakorlatilag itt ismerik ezen a környéken, Karcakomodoros környéken a Ferdinándot is. Nagyon-nagyon finom. Hát akkor azt gondolom, hogy önt vissza is engedjük a zsűrizéshez, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan döntenek. Jó munkát kívánunk, és hát azt, hogy akkor találkozunk a Bereki Vigasság 6.0-án jövőre. Nagyon szépen köszönöm, és ez valóban egy nagyon jó búcsú. Mindenkit nagy szeretettel várunk a következő évek Bereki Vigasságaira. De azon kívül egész évben, hiszen én szoktam mondani, hogy a bereki forró víz télen akkor mutatja meg az igazi mi voltát. Reméljük, hogy sokan megnézik akkor is Berekföldet. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! És akkor Vivi mióta kertészkedik? Hát tavaly kezdte. Igen, végülis az óvodába tetszett meg neki, a szimóvodába járt, igen, tudom, és hogy ott akkor is kertészkedtek, meg beneveztek, és akkor úgy jött haza onnan, hogy szeretne egy szép kertet, és akkor azóta végül is tavaly is beneveztük a versenybe, és most is szeretett volna, csak most kicsit nagyobb kerttel.
De sikerült neki nagyobb kertet csinálni. Sikerült, várj, igen. Szedjük le. Bár úgy, hát, né? Még ezt művelni segítek kell, neked. Ezt a talajt. Hát igen, nehéz. Ez egy nagy kertet, Pivi, mindig nehéz megművelni. Ez még nem akar lejönni, ez még lehet, hogy nem érett meg annyira, látod? És akkor a kis testvérét is rávette erre, vagy Tomi magát? Tominak megtetszett, igen. Látta, hogy tesó kertészkedik, és akkor Tomi is mondta, hogy ő is szeretné. És akkor így végül is ő is szeretett volna egy kis kertet, és akkor ő is egy gumiba szórt el magukat, és végül is kikelt, tehát szerencséje volt. És egyébként mennyire kér segítséget, Vivi, vagy mennyire önálló? Vivi? Hát ő végül is tudja, tehát önálló megcsinálni, de segít, tehát nyilván egy ekkora kertet nem tud egyedül megművelni, tehát soha segítség szedjünk kell neki. Soha az ásást szedjünk, azt mi csináljuk, de egyébként kapálás, a locsolás az nagyon megy mind a kettőnek, tehát Tominak is az a kedvenc részük az egészben. És hogy mi legyen vetve, azt kidöntöttem. Vivien tavaly nyert egy 5000 forintos utalványt, és akkor bementünk a boltba, és akkor mondta, hogy arra költi, amire szeretné, úgyhogy vett locsolókannát, akkor kerti, milyen kis kesztyűt, akkor mit vettél? És vetőmagokat. És ő mondta, hogy akkor répát szeretnék, akkor nem is tudom, miket vásárolt még, zöldségtől kezdve mindent. Székáig minden. Igen, aha, igen. És egyébként szeretik, tehát meg is esik, kijönnek. Meg, igen. Már hát nem minden, de megkóstolnak mindent, tehát amit felszedünk. Nézd oda, az is mekkora. És akkor a paradicsomból készül, hát rengeteg van, abból készül majd valami. Elfogyasztjuk és elajándékozzuk egyébként a rokonoknak. Túl sok már. Bizony. És akkor jövőre, meg gondolom, beszélgettek erről is, hogy mit szeretne bírni. Igen, hát gondolkodik ezen a nagyobb kerten, hogy legyen-e vagy nem, olyan. De majd látjuk, tehát egy kisebb kerten mindenképpen. Mert és hanyadikos? Másodikos lesz most. Nagyon szereti egyébként csinálni, és csak hát nem olyan nagy szószátyát. És mi a kedvence? Mármint... Hát az epert szerette nagyon, azon is volt egy pár szem. Bogár, azt láttam. Paradicsomot is nagyon szereti. Hát végül is ezeket inkább, meg a retket. Azt is megkóstolta. És úgy tudom, hogy egy kis füzetet is készít erről az egészről, ez most is így van. Igen, most is készítünk, rengeteg képet készítettünk. Írja hozzá a megfigyeléseit, úgyhogy... Most is kap majd Szilvia egy könyvet, hamarosan. Tavaly itt is őrzöm. Ez egész gyűjtemény lesz belőle lassan. És ez az ő ötlete volt? Tehát ezt ő kezdte, mi ezt, hogy Anya segít? Hát végül is beszéltük, hogy tehát az, hogy kétszer megnézik a kertet, hogy annyi, sok mindent nem lehet annyi idő alatt megmutatni, és hogy mondtam neki, hogy mindig fényképezem, hogy mit csinál végül, és hogy tényleg csinálja meg, gondozza a kertét, és utána ő mondta, hogy miért nem ragasztjuk bele egy füzetbe, és akkor mondtam neki, hogy akkor írjon is hozzá egy pár szót, hogy végül is lássuk, hogy miből mi lett. Mert például a paradicsomot is lefényképeztük, mikor ennyi volt, és most meg már meg lehet nézni, hogy milyen hatalmas. Hát túlzárnyolt a Vivit is a paradicsom, úgyhogy sikerült szép nagyra nevelned, Vivikém, a paradicsomodat, gyönyörű lett. Jaj, igazán büszke lehet erre a szép kertre. Köszönjük szépen. Anyám, milyen sok? Igen, azt le is szedheted, jó? Leszedheted, innen néz, csak innen bejesz. Mászta oda bejebb, és szedjed le mindet. Vivi, hogy ezt mindet tőled kaptam, Vivike. Egy kötet. Egy kötet. Anyám, érjük fel! Ez az én kert. Kedves nézőink, Háttér című magazinműsoron következik mai vendégünk Labanc Mihály, aki augusztus 19-én az ünnepi önkormányzati ülésen Karcagváros közbiztonságáért díjat vehetett át. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Labanc Mihály, címzetes rendőr fűtörzászlós, rendőr törzászlós, aki a közelmúltban Karcagváros közbiztonságáért díjat vehetett át. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a karcagvárosi televízió nézőit. Szeretettel gratulálunk ehhez a díjhoz, meséljen nekünk egy picit arról, hogy hol is vehette át ezt a kitüntetést, ezt az elismerést, milyen ünnepség keretein belül? Tiszteltel megköszöntöm a gratulációt.
2016. augusztus 19-én egy önkormányzati ünnepi ülésen vehettem át a Karcagváros közbiztonságáért díjat, amely hatalmas meglepetés volt számomra, illetve úgy éreztem, hogy a szakmai pályafutásom talán csúcsát jelentheti ez a kitüntetés, ugyanis ilyen komoly elismerésben ez idáig, az eltöltött 25 év alatt nem volt részem. Mi volt az indoklásban? Tehát gyakorlatilag kik kaphatják meg ezt a díjat? A mi részünkről, tehát alapvetően a rendőrhatóság részéről azon kollégák kaphatták meg ez idáig ezeket a díjakat, akik a szakterületükön, illetve a pályafutásuk során kimagasló teljesítményt nyújtottak szakmai és emberi területen is. Mesélj nekünk arról, hogy tudott-e arról, hogy önt felterjesztették, akkor gondolom ugye a vezetőinek, a feletteseinek kellett felterjeszteni önt erre a díjra. Voltak-e esetleg pici kis ráutalások a munkahelyen, vagy egyáltalán nem tudott erről? Be kell vallanom, hogy igen, voltak ráutalások, de nem konkrét ráutalások, tehát amit végső soron megtudtam, hogy 19-én én meg fogok jelenni ezen az ünnepi önkormányzati... Tehát, hogy mennie kell igen, erre az önkormányzati ezt ülésre. Előtte két nappal tudtam meg. Alapvetően értesített az önkormányzat, hogy egy ilyen jellegű dologban fogok részesülni, de akkor is tehát akkor is úgy éreztem, hogy ez valóban velem fog megtörténni, hogy én egy ilyen díjat vehetek át. Meséljen nekünk akkor most egy kicsit a pályafutásáról. Ugye azt tudjuk, az előbb mondta, hogy 25 éve rendőr, menjünk vissza a kezdetekhez. Hol született, hol végezte az általános iskoláját és a többi iskolát? Tehát beszéljünk arról, hogy hogyan is lett rendőr. Igen, hát 1972-ben születtem Karcagon. Alapvetően kumadarasi származású vagyok. Egy szegény munkás családból származom, a szüleim Kumadarason éltek, és az általános iskolai tanulmányaimat is Kumadarason végeztem el. Ennek befejezését követően a szolnoki Pálffy János Vegyipari és Műszeripari Szakközépiskolában elektronikai műszerészként érettségiztem le, majd mivel sajnos olyan kilátások voltak, hogy akkor ez a szakma, ez egy tömött szakma volt. Egyszerűen az elhelyezkedés nehéz volt, továbbá a szüleim nem feltétlenül tudták finanszírozni a felsőbb oktatási tanulmányaimat. Toborzásra jelentkeztem a készenléti rendőrségre Budapestre, ami akkor a rendőri ezred volt. A sikeres érettségit követően a rendőri ezredben, mint járőrként vettek föl, alkalmaztak, de előtte el kellett végeznem Csopakon egy 10 hónapos rendőrtiszthelyettes képző iskolát, amit sikeresen el is végeztem, majd ezt követően kerültem fel a rendőri ezredben, ahol járőrként láttam el szolgálatot. Kisvártatva a feltétlenül a elég jó szakmai megfelelése miatt bekerültem a rendőri ezrednek egy speciális szakaszába, amely az úgynevezett támogató kommandó volt, akkor ezt úgy hívták, ahol nagyon jó eredményeket értünk el a kollégáimmal. Ez a támogató kommandó alapvetően arról szólt, hogy kiemel sporteseményeken egy úgynevezett speciális kiemelő, megszüntető szakaszként vettünk részt, tehát végül is tehát azt a magot kellett kezelnünk, amely hangadó volt, amely leginkább a jósító cselekményeket. Ezek a maszkosok? Igen, de mi ugye nem... Ugye az átlag állampolgára de mi nem abban látunk el szolgálatot. Akkor még ez a rendőrségen belül, tehát az általános rendőrségi feladatok ellátó szerven belül, ez egy teljesen új dolog volt, akkor kezdett el kialakulni. Abban a szerencsés megtisztelésben volt, tiszteltetésben volt akkor részem, hogy tehát majd, hogy nem az első rendőri komoly delegációként részt vehettem Németországban, Dachauban, egy ugyanilyen rendőri szervnél,
egy szakmai látogatáson, egy 3 hetes látogatás volt, ahol eszmecsere volt, taktikai, technikai és rendőri eszmecserében vehettem részt. Majd ezt követően folytattuk tovább ezt a feladatot. Azonban, tehát 1991-től 1994-ig történt ez a dolog velem, de 1995-ben megszületett a kislányom, ugyanis 1994-ben házasságot kötöttem, amely hazaszólította a szívemet. Feltétlenül haza kellett jönnöm, itthon kellett szolgálatot ellátnom. Tehát addig ingázott gyakorlatilag. Addig ingáztam Budapest és annak idején még Kunmadaras közt. 1995-ben alkalmaztak a karcagi rendőrkapitányságon, ahol is járőrként láttam el szolgálatot. Szolgálati lakást biztosított a karcagi rendőrkapitányság nekem, tehát alapvetően elkezdhettem a saját egyéni életemet felépíteni. Sokoldalú ember vagyok, és nagyon érdekelt a rendőri szakma már az elejétől kezdve is. Ezért 1995-től 1996-ig voltam itt Karcagon, majd Kenderesre neveztek ki engem körzeti megbízottnak, majd ugyanott körzeti megbízotti csoportvezetőnek, hogy ott lássak el feladatot, és a kenderesi közbiztonsághoz tegyem oda magamat. Ekkor újra költöztünk a családommal egy új szolgálati lakásban, ami egy kicsit megterhelő volt, de be kellett illeszkedni a településbe, ez meg is történt. Nem sokáig láttam ott ezt szolgálatot, különféle okok miatt, de 1999-ben újra Karcagon találtam magamat, ugyanis vonzott a városi nyüzsgés. Jobban éreztem én is, és a feleségem is jobban érezte egy olyan helyen, ahol inkább ki tudja, tehát inkább el tudja magát képzelni az életét, ki tudja magát, a képességeit ki tudja terjeszteni esetlegesen. Ezért 1999-ben visszakértem magam a karcagi rendőrkapitányság állományába, ahol újra járőrként láttam ezt szolgálatot. És aztán tovább érdekelt a rendőri szakma zegezúga. Mert ugyanis vallom azt, hogy nem feltétlenül szükséges úgynevezett szakbarbárnak lenni. A rendőrség nagyon sokrétű, a rendőrség felépítése nagyon sokrétű, és hogyha nem lát rá az ember a rendőri szakmának minden kis részére, minden kis dolgára, akkor bizony vakon látja el a szolgálatát. Én ezt vallom. Ezért 1999-ben, mivel lehetőség nyílt rá, kutyavezető járőrként láttam el a szolgálatot, amikor is elvégeztem Dunakeszin a járőrkutyavezető képző tanfolyamot kiváló eredményre. Ebben az időben azt kell, hogy mondjam, nagyon sokat tettem Karcagváros közbiztonságáért, ugyanis a hétvégi időszakokban kutyavezető járőrvezetőként kiváló szolgálati kutyámmal, amellyel el kell, hogy mondjam, hogy nemzetközi bajnokságot is, járőkutya bajnokságot is nyertem 2000-ben. Hétvégenként nagyon sokat láttunk el szolgálatot, és nagyon jó visszatartó hatása volt egyes járőrkutya vezetőként, akár a főtéren, akár más bevethető olyan területeken, ami megengedte azt, hogy járőrkutyával lássak el szolgálatot. Visszaszoríthatóvá vált így a közbiztonság elleni jogsértő cselekmények. Ezek után 2002-ben egy új gondolat született meg bennem, hogy tovább kell vizsgálnom, tovább kell tanulnom, tovább kell... Tehát egy újabb terület, kezdtem el érdeklődni, igen, tovább kell néznem ezt a rendőrségnek a sokrétűségét. Ezért, mivel lehetőség nyílt rá, 2002-ben én itt hagytam Karcagot.
Elmentem a... egy költözés? Akkor viszont nem. Mert ugyanis ezt elfelejtettem mondani, hogy mivel Karcag nekünk tetszett, mint város, a karcagi állampolgárok tetszettek ilyen tekintetben, a feleségem munkahelyet tudott találni magának, a mai napig is ezen a munkahelyen dolgozik, és nagyon megelégednek a munkájával, illetve ő szereti a munkáját. Ezért vállaltam a újraingázást, és a szolnoki tiszai vízirendészeti rendőrkapitányságon elsősorban járőrként Kiskörén, mint hajóvezető járőrként, majd Tiszafüreden, mint víziközlekedési körzeti megbízottként láttam el szolgálatot. Tehát ott akkor egy kis hajóvezetést is kellett tanulni, gondolom. Hát nem is kicsi hajóvezetést, és teljesen más volt az egész, mint amit eddig csináltam. Uh-huh. Ugyanis a víziközlekedés, a vízen történő szolgálatellátás, az teljesen más kihívások elé állította az embert. Uh-huh. Nagyon sokat kellett hozzá tanulni. A víziközlekedési jártasságot meg kellett szerezni, és ennek próbáltam eleget tenni, aminek sikeresen is eleget tettem. Ez tartott alapvetően 2005-ig, ugyanis a szolgálati beosztás megváltozott a víziközlekedési, tehát a vízirendészeti kapitányságon, amelyet már viszont nem tudtam vállalni. A 8 órás szolgálati időbeosztásban Tiszafüredre átjárni innen Karcagról, az nagyon megterhelő volt mind nekem, mind a családom számára. Ezért a tiszafüredi rendőrkapitányságon dolgoztam a továbbiakban, hiszen lehetőség volt rá. Akkor már fölvérteztem magam egy olyan, azt kell, hogy mondjam, hogy komoly szakmai jártassággal, amely nem okozott semmiféle problémát az átmenetben. Tehát Tiszafüreden dolgoztam a továbbiakban. Ekkor sem vittem a családot magammal, vállaltam az ingázást, és Tiszafüredre jártam be, úgynevezett váltásos, egyes számú váltásos munkaidőrendszerben. 2007-ig tartott ez a történet egyébként. 2007-ben azonban Karcagra hívtak engem vissza. Visszahívtak a szakmai tudásom miatt, a emberi múltam miatt, illetve azért, hogy ismerték a munkámat. Ismerték azt, hogy oda teszem mindenhez magamat. Tehát, hogyha valamit vállalok, akkor nekem sajnos nincs szürke. Tehát nekem vagy igen van, vagy nem. És bizony-bizony a szakmával úgy gondolom, hogy pont ez a szakma az, amelyhez nem elég a szaktudás. Ez egy elég komoly, elhivatott hivatástudat kell, hogy minden nap, vagy pedig minden feladat előtt meg tudjunk felelni annak. Ehhez föl kell szívni az embernek magát, és komolyan hozzá kell állni a minden esetben. Tehát 2007-ben Karcagon találtam újból magamat. Ahol is alapvetően az igazgatás rendészeti osztályon kívántak fogadni, de megváltozott a felállás, ezért a bűnügyi osztályon kellett dolgoznom. 2007-től Karcagi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán dolgoztam, mint nyomozó. Nagyon tetszett, hiszen ez egy megint új felállás volt, tehát a közrendvédelem és a vízirendészetet követően a bűnügyi osztályon kellett dolgoznom, ami újabb tanulmányokat vont maga után, a büntető eljárási jog, a büntetőjog és minden ehhez kapcsolódó jogszabályoknak a maradéktalan elsajátítása, amelyet meg is tettem. Azonban 2009-től egy viszonylag nyugodtabb lehetőség nyílt Karcagon számomra, amely természetesen nem járt kisebb felelősséggel, mint a bűnügyi iratokban való döntés, a bűnügyeknek a széleskörű felderítése, illetve a ügyeknek az elvarrása. Hiszen 2009-től a Karcagi Rendőrkapitányság ügyeletén láttam el szolgálatot, mivel szakmai tapasztalatom, iskoláim ezt lehetővé tették. A ügyeleti szolgálat egy elég komoly beosztás volt, mint számomra, mind a ugyanilyen szolgálatot ellátó kollégáim számára, hiszen amennyiben a vezetők nem voltak a kapitányságon, illetve akadályoztatva voltak, akkor bizony-bizony a kapitányság vezetés, a vezetők
nevében kellett annak idején az embernek döntenie egy bizonyos dologban, és az erőket átcsoportosítani, és az ügyeket teljes körülben megoldani, amennyiben lehetőség volt rá, és erre mindig kellett, hogy lehetőség legyen. 2009-től 2011-ig voltam ügyeletes a karcagi rendőrkapitányságon, mert akkor nyílt rá lehetőség az, hogy az igazgatásrendészeti osztályon dolgozzak, ne kinn az utcán, egy bizony már akkor már 20 év után, hanem az igazgatásrendészeti osztályon, mint szabálysértési előadó dolgozzak, és a szabálysértési ügyeket dolgozzam föl. Ez már hivatali munkaidőrendszerrel járt, tehát 8 órába kellett bejárni a karcagi rendőrkapitányságra, és ez is egy teljesen új szolgálati feladat volt. Új tanulmányokat vont maga után, ugyanis mind a közrenden, mind a vízi közlekedésben, mind a bűnügyi szakterületen, mind az ügyeleten szükség volt a szabálysértési törvényre, szükség volt a szabálysértési jogszabályoknak az ismeretére, de itt sokkal, de sokkal mélyrehatóbban, ugyanis csak és kizárólag ezzel foglalkozott az ember. A szabálysértési ügyek mellett engedélyeztetési ügyekkel is foglalkoztam, mint pirotechnikai engedélyezés, személy- és vagyonvédelmi engedélyezés, illetve a figyelmeztető jelzést használó gépjárműveknek az engedélyeztetése. Itt viszont a közigazgatási eljárásjogot kellett feltétlenül ismerni, és bele kellett vetnie magát az embernek. Itt is próbáltam megfelelni, és azt gondolom, hogy elég magas színvonalon megfeleltem, hisz a vezetőim mindig meg voltak velem elégedve. 2011-től dolgoztam ebben a beosztásban, amikor is 2012-ben, április 15-én kiadták a 2012 évi új szabálysértési törvényt, amelyben egyes szabálysértéseket úgynevezett elzárással is sújthatóvá tették. Az elzárással sújtható szabálysértések döntése a bíróság hatáskörébe tartozik. Azonban ezeknek a szabálysértéseknek a döntése képes állapota a rendőrségnek a feladata, amelyet el kellett végezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan munkaterület, mint mondjuk a bűnügyi munkaterület, amikor is szinte ugyanazokkal a törvényi felhatalmazásokkal, jogszabályi felhatalmazásokkal, majdhogynem ugyanazokat a feladatokat el kell látni, hogy a bíróság megfelelően érdemben tudjon dönteni az ügyekben. Szabálysértési csoportok alakultak meg felsőbb vezetési utasításra, amely csoportok ellátják ezeket a feladatokat. Ekkor a karcagi rendőrkapitányság vezetője arra gondolt, hogy a szabálysértési előkészítő csoportban lenne a legjobb helyem, ilyen sokrétű szakmai tudás mellett. Elvállaltam ezt a számomra kedvező beosztást és megtisztelő beosztást, és 2011-től a mai napig is a szabálysértési előkészítő csoportban dolgozom, mint a szabálysértési előkészítő csoport parancsnoka. Megtört akkor a 2 éves periódus, mert ahogy felsorolta a munkásságát, gyakorlatilag majdhogy nem azt lehet mondani, hogy 2 évente váltott. Igen, megtört a 2 éves periódus, hiszen bocsánat, ez az a szakterület, amelyben igazán fickándozhatok. Ugyanis ez az a szakterület, amely foglalkozik mint a vagyon elleni bűncselekmények, mind a közrend elleni, közbiztonság elleni bűncselekmények társadalomra veszélyességének csekélyebb fokát jelentő szabálysértésekkel, amely persze veszélyes a társadalomra, de ugye a jogszabály az csekélyebb mi voltát írja elő. Szinte bűncselekményekkel foglalkozunk, de szabálysértések ezek, jogsértő cselekmények. A vagyon elleni bűncselekmények tárháza a tulajdoni szabálysértések, amelyek a 50 000 forintot meg nem haladó vagyon elleni cselekmények
nek a feldolgozását jelenti, de ide tartozik a garázdaság szabálysértése, a rendzavarás szabálysértése, tehát ezt köznyelven a verekedésről van szó. Most úgy érzi, hogy megtalálta a helyét egyébként? Tehát, hogy mondta, hogy itt kiteljesedhet ezen a szakterületen, vagy ezen az osztályon, ebben a beosztásban? Igen, úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet. Ebben a beosztásban szükség van a bűnügyi tapasztalataimra. Szükség van a ugyan fölvett közlekedési tapasztalataimra, a közrendvédelmi tapasztalataimra, amit alapvetően 17 évig szinte ezt csináltam. Tehát kint voltam az utcán, megjártam a ranglétrát, nagyon sok üggyel találkoztam, nagyon sok ügyet meg kellett már a helyszínen oldani. Jelen pillanatban a rendelkezésre álló iratokban dolgozunk, azonban nagyon sok ügyben szükséges, hogy felderítsük az elkövetőket. Nagyon sok ügyben szükséges, hogy elvarjuk a szálakat, ugyanis ha belegondol, az 50 ezer forintot meg nem haladó lopásoknál a sértetteknek ez az 50 ezer forint alatti kára kinek hogy csöng le. Ugyanis egy nénikének, hogyha ellopják a tyúkjait, ami nem minősítő körülményes lopásról van szó, és ezt ellopják 20 ezer forint értékben, őnek ez nagyon nagy érvágás lehetséges. Mindenkinek, ugyanis mindenkinek a sajátja, tehát még az 5 ezer forintos kárérték is az én károm. Ezt viszont nekünk föl kell deríteni. Mi azon vagyunk, hogy ezeket a dolgokat földerítsük, nyilvánvalóvá hozzuk az igazságot, és a bíróság feltétlenül korrekten és kérdés nélkül tudjon ezekben az ügyekben dönteni. Hazaviszi a munkáját fejben? Aki azt mondja, hogy nem viszi haza a munkáját, az szerintem hazudik. Hazaviszem a munkámat, igen. De hála jó Istennek, és összeteszem a két kezemet ezért, hogy van egy csodálatos családom. Mi Karcagon lakunk, hála jó Istennek 2007-ben sikerült egy családi házat építetnünk, és Karcagon lakunk egy új típusú családi házban. Megvan a megfelelő családi körülményem és boldog családi körülményem ahhoz, hogy amint hazavittem a munkámat, és kibeszéltem magamból ezt a munkát, akkor kapjak a feleségemtől és a családomtól egy olyan nyugodtságot, egy olyan szeretetteljes környezetet, amelyet most is köszönök nekik. Ugye az lett volna a következő kérdésem, hogy mit csinál a munkán kívül, tehát mi a hobbija, mivel foglalkozik. Mondta, hogy családi házban laknak, gondolom akkor levezetésképpen kis kertészkedés, kapálás, gyomlálás, vagy mi az, amivel szívesen tölti az idejét? Köszönöm a kérdést, és fontos, mert ugyanis a boldog családi körülmények mellett szükséges hobbi. Szükséges az embernek az, hogy még véletlenül se foglalkozzon esetlegesen a munkával. Foglalkozzon akkor a munkával, amikor úgy szoktam ezt hívni, hogy bekapcsolom magam. És amikor bekapcsolom magam, akkor csak arra koncentrálok. Viszont otthon, igen, vannak hobbim. A kertészkedés az feltétlenül. Meg is követeli egyébként. A sport az ugye, nálam... Ugye gondolom kell szintfelmérőkön részt venni minden évben, valóban vagy ilyen felméréseken. Valóban így van. A sport az nálam úgy fejeződik ki, hogy én kutya kiképzéssel foglalkozom már egész fiatal korom óta. Leigáz a kutyáknak a ember iránti szeretete, illetve nagyon sokat képeztem magam a kutya kiképzés terén, ezért mind őrzővédő, tehát alapvetően használati célú kutyákat képzek ki, saját kutyáim is vannak, és bizony ehhez egy komoly sporteljesítmény szükséges, amit ki is használok, tehát alapvetően ez a hobbim. A kutya kiképzés a hobbim, és igen, a kertészkedés, amit viszont a nem kicsi, de nem is olyan, tehát nem, jobban mondom, nem nagy, de nem is olyan kicsi kertem, azért megkíván. Agrofitness, úgy szoktuk mondani. Igen, akkor az.
Mi lett volna, hogyha mondjuk, ugye említette, hogy a középiskoláját elvégezte, és az apája telített volt, hogyha nem, tehát gyakorlatilag, ha az élet nem sodorja felé, hogy egy ilyen toborzáson részt vegyen, akkor most hogy beszélgetnénk, milyen szakterületen dolgozna, ha ez akkor úgymond nem jött volna össze? Sokan föltették már ezt a kérdést nekem. Én az elején elmondtam a interjú elején, hogy egy elég sokrétű ember. Sokan is mondták, hogy egy elég sokrétű ember vagyok. Azonban rá kellett, hogy jöjjek az évek során, hogy nem feltétlenül vagyok reálbeállítottságú. Inkább jobban fekszik az irodalom, a történelem és az ilyen jellegű dolgok, amelyet a mai napig is megragadok, tehát a történelmi jellegű tudásomat folyamatosan fejlesztem. Ezért nem feltétlenül fogom tudni magának megmondani, hogy mi lett volna belőlem. Én úgy gondolom, hogy feltétlenül olyan munkám lett volna, ami emberekkel foglalkozik. Szükséges számomra az, hogy a szükséges számomra emberekhez történő empatikus képességemnek a kiélése. Szükséges számomra az, hogy az embereknek segítsek, ugyanis hihetetlenül nagy igazságvágyat érzek, és szinte ebből is fakad az, hogy jelenleg azt csinálok, amit csinálok. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Gratulálunk még egyszer a díjhoz, és további sikeres munkát kívánunk. És nem mondom azt, hogy új szakterületet, mert ahogy elmondta, abból az érződött ki, hogy itt most nagyon jól érzi magát, ahol van. Tisztelettel megköszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük, hogy itt volt, kedves nézőink, mert megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a megszokott csatornákon, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.